Thank you for coming. It's such a big thing for me, you know. I never had, you know, so much attention and everyone flying from somewhere else. So it means a lot to me and thank you very much. Toszkánában vagyunk, a Bocelli család birtokán, és azért jöttünk el ide egy újságíró csapattal, hogy egy kicsit megtudjunk többet Matteóról, mielőtt eljön hozzánk Magyarországra. Megkérdezzük a terveiről, a zenéjéről, azt, hogy ő hogy él itt, milyen körülmények között. So yes, my father, he's a very, he always kept his children all together. And as I told you before, since a couple of years, I decided to spend most of my time here. And now he probably feels the, he feels alone, even because now my brother, my older brother. Szóval gondoltam volna, hogy van egy kis település Toszkánában, ahol a Bocelliket előbb ismerték, mint hogy híres zenészek lettek volna. Úgy élnek itt, mint egy nagy család. Tagja mindenki ismeri, szereti őket, mindenkivel szóba állnak útközben, és itt vannak a barátaik, meg a rokonaik. Több száz éve. My first important memory, it's not easy to remember in the sense that I was born with, you know, with music. And so, you know, since I always say, since I was in my mom's belly, my father was, you know, already singing and performing, training at home. Matteó személyében egy rendkívül alázatos embert ismerhettem meg, aki nem elfeledve az édesapja örökségét, mégis új utakat keres, és bár most lépett le két napja az Oscar színpadáról, mégis nagyon szerény, és alig várja, hogy megmutathassa a világnak a zeneiségét. And yeah, I love the place, not only because it's beautiful and they say aesthetically, but also because there are people that, you know, knows us since you know, my father was simply an easy boy. Nekem az volt a leglenyűgözőbb benne, hogy mennyire szépen egyesül benne egy nagyon jól ismert családi hagyomány, egy ismert apuka, viszont egy nagyon erős, kibontakozó saját identitás, amit remélhetően most Magyarországon is meg fog mutatni, és még nagyon sok éven át fogjuk látni ezt. No, I think the preparation would be basically the same one. The only thing that probably would change, obviously, is the song in the sense that obviously I was there because of my father. Engem az lepett meg Matteo Bocelliben, hogy tulajdonképpen nem nagyon találkoztam még olyan énekessel, úgyhogy rengeteg zenészet csináltam már interjút, aki arról beszél, hogy ő olyan emberekkel akarja körülvenni magát, akik emlékeztetik arra, hogy honnan jött, hogy két lábbal a földön tudjon maradni, mert érződik, hogy van benne egy kis félelem attól, hogy egyszer csak elszáll, de ő ezt nem akarja, úgyhogy konkrétan ilyen embereket keres. Ilyen kívánságot én nagyon kevés embertől hallottam még a zenész szakmában, és nekem ez nagyon szimpatikus. Actually, Tesla Sense is not even my father's idea, but it's the idea of an architecture. Nagyon örülök, hogy sok személyes dolgot is megosztott magáról. Az egyik nagyon érdekes az volt, hogy ő szerepelt egy filmben is, a 3000 év vágyódásban, és szeretne azért még filmszerepet esetleg elvállalni, amellett, hogy mondjuk természetesen zenél, és azt élete végéig szeretne, hiszen ez a szenvedély. No, I mean, I decided to pursue the career of a singer probably even before. What are the timeline? I don't remember exactly the timeline, but I think that at the time that I did the Colosseum, probably I already did Follow Me with my father, or maybe came later, I don't remember. Because my memory sometimes... not so clear? Yeah, it's not so clear, but
Ez önmagában egy csodás dolog, hogy eljössz egy sztárnak a saját birtokára, elkezded őt sétáltatni, és interjú közben megkéred, hogy énekeljen a szerkesztőmnek, csábítsa el egy dallal, és nézd meg, hogy hogy működik még fél órával utána is. Csak mosolygok, egyszerűen elképesztő. Nagyon megfogott Mateóban, hogy a zene mellett neki a szenvedélye az autóknak a helyre rántása, tehát régi autókat újít fel, és szerintem elképesztő, hogy van egy olyan hobbi, amit tényleg szívvel lélekkel csinál, amellett, hogy csodálatos zenét is produkál. Truly go and search the every single part all over Italy. They come from Belgium because this car you find them. The best way to find good pieces is to buy cars. Nekem az volt itt a legmeglepőbb, hogy egyrészt mennyire emberközeli a Matteo, és hogy sikerült ugye találkozni az édesapjával, Andrea Bocellivel, és néhány szót váltani, iszonyú sokoldalú, nem csak a zenében, hanem ugye itt megmutatta nekünk, hogy mennyire szereti a régi, szinte alapoktól kezdve egy-egy sportautó összerakását. What are you doing here? We are interviewing Matteo, yeah, because he's coming to Hungary also. And then Matteo is giving interviews here. Okay, yeah. Okay. But is here Matteo? Yeah, he's here. He's here. Where is? In the room giving interviews in the house. Oh, in the house. Yeah. Okay. But how the world turns. Wish nobody had a chance to be somebody.